Balassa gyarmat. 5 éve járt, amikor utoljára. És még ilyenkor is, amikor nagy büszkén hazalátogatok, rögtön átadom magamat emlékeknek, a múltnak. Rég nem látott kedves ismerősök a házak, a fák, egy bicikli, egy színes esernyő, az óvárosi macskakő, a templomtorony kilátója. Én csak a Girbe-Gurba utcákat ismertem, a hangulatos, földszintes házakat, a keskeny utakat szegélyező fákat, a kisvárost. Most pedig új lakótelepeket találok, játszótereket, többemeletes sárga házakat, fasorokat. Lassan baktatok a városközpont felé. Komjáti Jenőre is gondolok, aki ebben az iskolában tanított a századfordulón. Ki fény vagyok, homályban éltem, világ elől elrejtezém, nagy, ismeretlen messzeségbe. Magányosan lobogtam én. Gyarmat legnagyobb épülete a volt megyeháza. Madács aljegyzősködött itt, majd táblavíró is volt. A bölcső, amelyben anyja a jövő nagy íróját ringatta. A megyeházban volt esküt, később ügyvédgyakornok Mikszáth Kálmán is. A múzeumban őrzi a város néhány kedves bútordarabját, híres pipáját, és a korán elhunyt Mikszáth Jánoska megható, novellákból ismert játékait, a lovat, a báránykát és a nyulat. De az épületből csak kívülről kísért a múlt. Mosolyogni kell, hogy a majd 150 éves palota díszes csillára alatt ma a kötött árugyár munkásnői dolgoznak. Ismerek-e városban mindent, amelyre büszke lehet? Malbert szép freskóját barokk templomunk egyik mellékoltárán, a hagymakupolás szerb templomot, amelyet talán múzeummá lehetne berendezni. Ez a jövő dolga. A Palóc Múzeum azonban a jelen. Úgy is ismernek minket, hogy Palócország fővárosa. E múzeumban őrzik a vidék népviseleteit. Így gyűjtötték össze a megye múlt századi parasztházait, a népi fafaragásokat, a jellegzetes mintájú húsvéti tojásokat. Ma is dolgozik a városban a híres Palóc mézes kalácsos Meleg Imréné. 45 éve vagyok a mesterségbe, hát bizony nagyon nagy dologgal jár. A 10 kéz volna, 10 kéz tudna benne dolgozni, mert ugye ahányféle színnel dolgozunk, annyi kéz kéne hozzá. Hát ezek a festékek, ezek mind engedélyezett festékek, ezeket a minisztériumból kapjuk a kiutalásokat, a minták palócosak mindigen. Ritka hazalátogatásai mindig egy új városba is hoznak. Egy új gyarmatra, amely különösen a legutóbbi 5 év alatt számomra ismeretlen színfoltokkal gazdagodott. A város szélén például 2 új gyár nőtt ki a földből. Az egyik óriási kábeldobokat gyárt, a másik a hozzávaló kábeleket. Így mindennel együtt teljes számomra a kép Balassa gyarmatról.